Egy kis technikai elrendeződés után tanévzáró művészeti gálákon nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, kedves vendégeinket, kollégákat, gyerekeket, szülőket, mindenkit, aki kíváncsi rá, hogy mit is tanultak ezek a gyermekek egy év alatt. Azért elnézést kérek, tegnap is teljesen elfulladt a hangom, hogy nagyon nehezen tudok most beszélni, és állítólag ma a gyerekek találgatták, hogy sírtam-e, vagy csak beteg vagyok. Beteg vagyok, de annál nagyon szeretettel vagyunk itt, mert hiába ez a kellemetlen borús időjárás, én azt gondolom, hogy a gyerekek mindig fényt varázsolnak a mi életünkben, ahogy ez történt tegnap délután is, és reményeink szerint ma délután is történni fog. Kedves vendégeink, ma június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja van. 2010-ben nyilvánította a Magyar Országgyűlés emléknappá ezt a napot. A 93 évvel ezelőtti csúfos trianoni békekötés napját. Ma viszont már semmiképpen nem arra kell emlékeznünk, ami elválasztott bennünket, ami tragédia volt, hanem elsősorban arra, ami összeköt, ami közös a Kárpát-medence összes magyarjában, illetve természetesen a messzebbre került magyarokban is. Elsősorban az anyanyelvet, a kultúrát, a zenét, ami ott van a mindennapjainkban, és itt a gyerekeknek a produkcióiban is megnyilván. Sőt, külön köszöntöm az Ilosvai kórus tagjait, akik egy szép énekkel fognak emlékezni erre a neves évfordulóra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy emlékezzünk erre a napra a gyerekekkel közösen, hiszen ez növeli az ő identitásérzésüket, fokozza a magyarság tudatukat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy majd felelős felnőttként továbbadják ezt a gondolatot. A művészeti iskolánk 11. tanévét zárjuk. Azt szoktuk mondani, hogy a művészeti iskola egyenlő a tehetséggondozással. Talán valóban így is van. Szeretnék egy Osváth Ernő idézetet felolvasni. Miszerint tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanul. A szerző gondolatai azt hiszem, hogy jól érzékeltetik azt a folyamatot, ami lejátszódik a gyermekekben. Tanulnak, ez egy mennyiségi felhalmozódás, és aztán ez a mennyiség egyszer csak minőségbe csap át, és valami olyasmit tapasztalunk, ami elragad felnőttek gyereket egyaránt, a művészetnek az emberformáló elején. A tanév során is ezt a tehetséggondozó munkát minden csoportban végezték a kollégák, és ez a verseny eredményekben megnyilvánul. Nem túl sok versenyre van lehetőségünk, de ahol van, ott nagyon szép eredmények születtek. Mivel ma a klasszikus zene napja van, és a drámajáték napja, először Praszkó Noelt említeném, aki most már évek óta sorozatosan kiemelt Nívódíjat kap a Sátoraljaújhelyi regionális zongora versenye. Ezen kívül, ha még valaki fél évkor nem hallotta volna, beválasztották őt Magyarország 50 legtehetségesebb fiatalja közé, ami egy óriási dolog, hiszen már most középiskolás korban olyan komoly szakemberek, egyetemi tanárok foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, hogy talán sokan ezt soha meg nem élik, csak a közelébe sem kerülnek. Már olyan kutatócsoportoknak a tagja, amelyekben egyébként fiatal diplomás felnőttek szoktak dolgozni. És azért büszkék vagyunk arra, hogy nem hagyott el minket, mert hiába a Földes Ferenc gimnáziumnak a diákja, de még ide jár hozzánk zongoratanszakon továbbképzőre. Most is éppen egy németországi tanulmányúton vannak, azért nem tud jelen lenni, de egészen biztos, hogy káprázatos lenne a zongora játéka. A másik nagyon kiemelkedő tanszak a néptánc tanszak, ahol sok versenyt rendeznek, és ott egy másik Plaszkó fiú, Plaszkó Bence ért el nagyon kimagasló eredményeket, nem csak több első helyezést gyűjtött be,
a körzeti versenyeken, hanem a Kárpát-medencei néptánc versenyen második helyezést ért el. Akit tegnap látták, szinte kis tanárként irányítja a többieket. Pedig ők is itt kezdték a pályájukat, egyáltalán nem volt semmi előképzettségük. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez a tehetség. Persze a rengeteg szorgalmat is megvédelem. Nagy szeretettel említem a kisebbek nevét is, így Burkus Lilla, Plaszkó Eszter, akik szép díjakat hoztak, illetve a legkisebbek közül Ricu Luca, Tóth Marina és Juhász Bence, akik már beírták a nevüket a nagy versenyfüzetbe, és valószínű, hogy ezután is nagyon sok szép eredményt fogunk tőlük várni. Nem biztos, hogy mindenki eljut dobogós helyezésre, de aki a művészeti iskolába jár, rengeteg szorgalommal, kitartással, komoly munkával, egész biztos, hogy komoly eredményt fog elérni, ha más nem, hogy az életben tartása lesz, hogy a művészetek mindig vigasztalni fogják, ha esetleg problémája van, ez egészen bizonyos. És hogy mondjam el itt most, ha már ez a büszkeség ideje, hogy néhány nappal ezelőtt a mi iskolánkat kérték fel arra, hogy az új rendszerben, a járási rendszerben rendezzük meg a pedagógus napot. Azért mondom ezt el, mert körülbelül egy hét időnk állt rendelkezésre, hogy a járás összes pedagógusának készítsünk egy műsort. Ha nem lenne a művészeti iskola, biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna ezt a műsort összeállítani, hiszen mindig vannak olyan műsorszámok tartalékban, amelyekkel bármikor bárki elé ki lehet állni. Éppen ezért arra buzdítok mindenkit, hogy járjanak a gyerekek. Ha először nem sikerül olyan tanszakot választani, ami esetleg kedvükre való, akkor lehet váltani, de ne hagyják abba ezeket a tanulmányokat, mert más helyen igen sokat kell érte utazni, hogy esetleg ilyesmihez hozzájussanak. Már említettem a járási rendszert, és bizonyára az is mindenki előtt ismeretes, hogy az oktatást tankerületekre osztják. Mi a Pönci tankerület iskolája vagyunk. A fenntartónk így most már nem a helyi önkormányzat, hanem a Klebelsberg intézmény fenntartó központ Gönczi tankerülete. Tehát ők határozzák meg azt, hogy milyen rendben folyjon az oktatás, előírnak bizonyos eljárásrendeket, amelyek minden iskolára vonatkoznak. A művészeti oktatásban elég nagy volumenben gondolkodnak, mégpedig úgy szeretnék, hogy térségi művészeti iskola jöjjön létre. Mondhatjuk egy kicsit, hogy már majdnem az vagyok, hiszen több településről járnak hozzánk gyerekek, de ez abszolút önkéntes döntése a szülőknek, nem szervezett forma. Nagy valószínűséggel ezután szervezett formában fogjuk megszervezni a művészet oktatást más településeken is. És nagyon jó lenne azt tudni, hogy itt a legészakibb tankerületben is ez komolyan is szépen működik. Éppen ezért most mondanám el, hogy boldogkőváraljai kollégáknak adtam jelentkezési lapot, mert többen élnek úgynek bizonyos tanszakok után. És mondom a kedves szülőknek is, hogy már most napok óta folyik a beiratkozás, de még nagyon sokan most is azt mondják, hogy ők nem tudnak róla. Pedig minden osztályban kiplakátoltuk, az iskola ajtajára is kitettük. Tehát be kell iratkozni a következő tanévre még most ebben a tanévben. Ez pedig két irodában lehetséges, vagy az én irodámban, vagy az iskola titkár irodájában, de valami miatt nem vagyok ott. Kérem, hogy tegyék meg, mert ősszel nem biztos, hogy fogja engedélyezni a tankerület a beiratkozást. Szeretnék nyáron meghatározni a létszámokat, és ősszel akkor már esetleg nem fogunk tudni mit tenni, hogyha most a beiratkozás nem történik meg. Hivatalosan nem adtak még tájékoztatást a térítési díjakról, de nagyon nagy előnyt élveznek azok, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, illetve a tanulmányi eredmények alapján lehet majd bizonyos kedvezményt adni azoknak is, akik térítési díjat fizetnek. Az évvégi programok közül hátra van még a művészeti évzáró, amit június 13-án csütörtökön reggel első órában fogunk tartani
szokásos módon a tornateremben. Természetesen nem zárjuk ki a szülőket, jöhetnek nyugodtan, de erre külön ünnepélyes alkalmat már ilyenkor nem tudunk kivégig keríteni. És akkor hagyj mondjam még azt el, hogy természetesen a gyerekek szorgalma nagyon fontos, de nagyon fontos a pedagógusoknak a hatása, az irányítása, a jókedve, a közösségformáló ereje. Tegnap is megköszöntem azoknak a pedagógusoknak, akik a tegnap délutánra felkészítették a gyerekeket. Engedjék meg, hogy most is elmondjam, hogy Sélei Etelka, Galambáni Andrea, Karpfa Zsuzsa, Ficsor Márton, a zeneművészeti ágban dolgozó kollégák, Székhalmi Ildikó, a drámajáték tanszakon dolgozó kolléga, és Szabó Ferenc, a képzőművészet tanszakon oktató kollégám munkáját is szeretném megköszönni. További sikereket kívánok nekik, és ugyanígy természetesen a növendékeknek is. Várunk mindenkit szeretettel jövőre is, most pedig jó szórakozást kívánok! Összetartozás napja alkalmából nem választhatom más zeneszerzőtől, mint Liszt Ferenctől egy ünnepi dalt, aminek eredetileg Magyar királyi dal volt a címe, hiszen Liszt Ferenc maga is világpolgár volt, de mindig magyarnak vallotta magát. Ezen a dallal készült, hogy én a fogadják szeretettel.
fogságba esett emberek kimenekítésére, és ez a kórusnak az egyik kedvenc, hogy kérem fogadják szeretettel Verdi Nabuccóból a szolgatóját. Barabás? Jelen. Leszik? Jelen. Nemecsek? Jelen.
Ti most nem mentek haza, hanem megyetek velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek. Miért ki? Miért maradunk ki? Mit akarnak velük? Én nem tudhatom, csak mehetek be, és ha megállnak a folyosón, felhetenek. Hát nem kettőkor találkozunk, hanem háromkor. Mint hallottátok, akadály jött közben. Be vagytok zárva? Nem. Fontos megbeszélni valamunk a rács tanárodal. De még mennyire, hogy fontos? Nagyon jól sejtek! Gyertek be! Igen, is tanár úr. Parancsolj, kérlek. Nem a csepp, te menj előre. Mindig vagytok? Igen. Itt arról van szó, hogy valami egyetet alapítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett kitegyetről van szó, hogy hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egyet tagjainak névsorát is. Az egyet tagjai ti vagytok? Ez igaz? Na, szóljatok! Ki volt ez az aljas? Milyen elvetek ő, hogy a társadalmit árulja be? Szerintem belém lehet az. Menjünk szépen sorjába. Mindenek előtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyetet, amikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egyet alapítását nem tűröm meg. Nos? A Vejc. Vejc, nem tudsz magadtól jelentkezni? De igen, tudom. Hát akkor, menjünk szépen sorjába. Először is mondd meg nekem, mi az a gét. Ez a gét. És mi ez? Hát ez egy olyan gép, amivel a szövegesek az ablakokat belelasztják a fába, a szöveges bekenni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartak ki? Nem kérem, ez az egyetlen gép. Mi az? Ezt a tagok gyűjtették, és a válasz már rám bízta, hogy én őrizzem meg. Mert az előttem volna őrizte, mert ő volt a pénztárnok. De már elszállott, mert ő sohasem látta. Hát ezt rád mi kell? Igen, mert különben megkeményedik és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megláttam. Miért tépeltem? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer meglátni az egyet hittet, mert különben megkeményedik. És most én vagyok az elnök. Hagyja csak, kolléga, majd én folytatom a kihallgatást. Na persze, hagyja rá! Hogy tettétek össze ezt a nagy darabot? Kolmai, hogy tettétek össze? Ez van, kérem tanár úr. Már egy hónapja. Én egy hétig jártam, de akkor még kisebb volt. Az első darabot a Vejc hozta, és azért alapítottuk az egyetet. Ültek, az apja előtt a kocsi, és ő a kocsi ablakból kapartak. Egészen véres jött a körbe. Aztán betört az én terem az ablak, és én egész délután vártam, amíg a következőt, hogy adjon nekem egy kis gittet. De ő nem felelt, mert nem tudott felelni, mert tele volt a pofája gittet. Micsoda szabak ezek, pofája a lónak van! Hát a szája volt tele, ő is járta. Aztán oda mentem, és kértem, hogy hagyjon nézni, végül az ablakot csinálni, és intett, hogy hagyjon. Aztán oda mentem, és kiszedtem belőle a gittet. De nem magamnak loptam, hanem az én lettek, az én lettek. Ne sírj! Mindjárt bőv, ne bőv már! Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyetlen gittet odahaza, összetöltöm a madárfürdőkába, és a mamám becsináltott és raktam kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégis tisztán. Jó kedved van, cselek. Majd segítek én mindjárt a bajodon. Folytasd, Kornai. Mit folytassak? Honnan szedtétek a többit? Hát most mondta cselek. És az egyet adott nekem egyszer mondhatod, hogy én is szerezzem. Micsoda? Hát pénzért is vettetek? Nem, hanem az én papám orvos így délelőtt komfortál a liniára betegeket. És egyszer elvitt magával, és én kiszedtem az ablakból a kocsiablakból a gittet, és az nagyon jó puha volt. És én kiszedtem, és elvittem. És az egyet, és gyalog jöttem az a teret. Mi? Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál, és megszólítottam, de meg nem feleltél. Mert tele volt a pofám gittel. Ne sírjunk.
volt a pénztárom? A koldai. Add elő, ami pénz van. A pénz hol vettétek? Tagdíjakból mindenki minden héten fizetett egy katost. És mire kellett a pénz? Csak hogy be legyen fizetve a tagdíj. A vesz! Lemondott az elnöki fizetésről. Mennyi volt az? 5 francon egy hétre. A végét én hoztam, a levelező lapot a barabá, és az apám végét a Richter. Neki az apja, ő az apjából. Átveszem a barátás kollégám. Szóval lopta! Mi? Micsoda romlottság? Mi a tapár? Dr. Richter elnököt és váltóügyész. De az egyet visszalopta a bélyeget. Hogy? Hát mert én elmondtam a papától a bélyeget, és féltem, és az egyet adott nekem egy koronát, hogy én megyek rajta egy másikat. Én vettem rajta, és visszaloptam az íróasztalra. De a baba rajta kapott. Nem amikor loptam, de amikor visszatettem. És a nyakam közé sorolt érte. Megvert érte, és külön megkapott, mert visszatettem. És kérdezte, hogy hol loptam. Hát én nem akartam megmondani, hogy hol, mert akkor még külön megkapott volna. Hát azt mondtam, hogy a kornaitól kaptam. És ő azt mondta, hogy vigyen vissza neki. És ezért van az az egyetnek két bélyeget. Hát minek vetted új bélyeget? Szóna régit is visszatártad volna. Azt nem lehetett, mert már a hátán volt az egyik pecsétje. Pecsét is van? Hol a pecsét? A barabás a pecsétből. Mit akar? Kérem, én elfüttettem, hogy inkább az életem is megvédelmezem a pecsétet. De a kezemből ki nem adom, meg akkor csalítós leszik az ászlót ellenük. Hát, zászló is van, add csak ide! Ki állt a finom madár, aki a továbbot egy évvel írta? Ki írt ezt? Ki írt ezt? A nővérem írta, kérem. Kérem a barabástól, nem szép, hogy elárulta a zászlót. Mindig bele van baja. Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgy is vége van az egyetnek. Csak! Ezen fel van osztatva az egyet. És nem ne halljam, hogy ilyesmibe keveredtek. Maga viseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni. Meg pedig kevésbé szabályszerű, mert ő volt az állat. Erre a hónapra kolnai kell adni. Akkor nem nekik én a szabályszerű? Csak! Az nekem minden, most pedig mehetek. Thank you.
Thank you.
zongorista műsora Farkas Ferenc magyar tánc a Soproni kézirattából. Kapcsolódunk ma is. Gárdonyi hitvallása és művei nyomán az emlékép leginkább hazaszeretetről, a magyarságról, az olvasás szeretetéről szól. Az Egri csillagok című műből láthatunk három részletet Szinkhalmi Jönikó Nagy Rámánségnak előadásában. Az első jelenet címe Jungle Jack színrel beszélünk. Nézd csak, Pata! Úgy tűnt, jó? Bergő! Gyere már! Bergő! Köszönöm,
voltak a szívesek. A faluba. A faluba. Ne sírjatok, kedvesek, belemeztek. De én hozzá akarok menni. Én is. De mi a nevének a faluba? A nevét nem tudom. Ez lesz Jézus kabalája. Sárga kezdője, ti a szoszója. Öltöztetjük, indoltatjuk, táncoltatjuk, arvajtatjuk. Addig a bincsen meg a bibincseimet. A tűzön észem meg benneteket, fogány farkasok. Gáspár, Gáspár, viselje békén a sorsát, amit csak lehet. Az út, látja már, nem tudom, amit meg kell állni. Én haza akarok menni. Apáom! Áldjunk meg az Isten Margit. Az élem, ha lehet, teszünk rá, ott idapod Gáspár. Helyzeihez vagy? Három kenyeret megennék egy magam, meg két oldalon sarok. Magam is éhes vagyok, de főleg is estére olyan paprikás, hogy mind nekünk marad. Hát te vagy a sarkács? Csak este, nappal rakolnak ezek maguknak ebédet is. Hát mi volt a sorgás Ákontya surátnál? Három napja. Nem lehetne átisztelenni valahogy? Nem, ezektől soha. Nézd, milyen bilincs van a lábam. De hát, ha már nem főzöl? Bizonyosan főzök. Tegnap olyan főztem nekik, hogy úgy nyalták a szájukat, mint a kutyák. Bár csak én is nyalhatnám már a sájamat, de már nem is tudnám, hogy van sájam, ha néha nem beszélni. Bort is raboltak ezek maguknak. Itt van, mi a sarogják? Nem is értem, te. De egyszer nem török az egy semmikor voltnak. Na, akkor nekem mindenben van. Olyan nótát pikolázok neki, hogy még táncol is kerkednek tőle. Vicuska, Vicuska! Mi van, de egy? Gyerünk haza! A szürkét is magunkkal kell vinni! Üljön fel maga is! Különféle táncdallamokat. Tóth Kitti, Anonymous, Pavane és Mife menüet című darabját, míg Pongrácz Noémi egy táncot és egy lendert játszik. Tanárok, Fischer Márta. Thank you.
Mastikos Növelé, Johann Christian Bach, Gédul Menérki, majd Liable Allegro című négykezesét adja elő tanít tanárában, Sélei Etelkában. Műsora Krieger Menüet és Búvé, míg Kovács Eszter Blanka, műsor Karkaszik, Hopszer és Korruli, Kontatrend, tánc, tanáruk Ficsor Merton.
játékos növendék, Golubánszki orosz népdal című darabját mutatja be. Tanára Galambári Andrá. Budai Eszter, aki egy magyar és egy orosz népdalt előtt, zongorán kísérői nekem van.
drinápai országutak követhetjük nyomat tovább az Erőcsillagok hőségének történetét a nagy drámások előadásában. Takáru szép hangi jövő. Azt mondták, hogy a magad fajta emberrel nem jó találkozni.
és a csavaraiban állunk. Az egyik rabjuk nő, Bűvál és Munda úri. Micsoda? Utánunk! El kell venni a lovakat, az aranyat, a nőt, minden! Vagyok, és azt gondolom, erkölcstelen az én cselekedetem. Te örülsz annak, hogy a szívem sokkal lehet körögtem, de talán évek múlva, talán öregségünkben eszedbe jut, hogy nem a templomból vezettél ki engem, hanem egy vacsorázó szobából. Én megszöktem, s ez bűn, s nincs az a papa világon, aki bennünket összeeskedne. Ha te akarod, a kezedet sem fogom meg, és az arcodat sem csókolom meg. Amíg a pap el nem adja rá az áldást. Egy kis pihenés nem ártana. Várjunk, mielőtt egy kenyére lenni, legössük-e meg így a szívünk szövetségét, szóval is az Isten szín előtt? Térdeink le rá! Én ezennel az Isten szín előtt feleségemnek nyilvánítom. És én férjemnek esküszöm, amire te esküdtél. Holtodik, holtodik. Isten úgy segíjön. Ámen. No, én ilyen házasságot még sose láttam, de érzem, hogy ez szentebb és erősebb házasságkötés, mint az lett volna, amit gyorsban kötött volna, 95-ben. No, csak hogy itt vagytok, minden nap bátorak benneteket kolebéddel, foltosodában, ja még a plébános úrral is. A tiszteletnő urat azért hívattam, hogy összeesgessem benneteket. Mi már azon túl vagyunk, fölvegyük a házasság szentségét az Isten színe előtt. Hol? Mikor? Az erdőben. Az erdőben? Uram Isten! Micsoda? Az Istennek nincs szüksége papra, ha valamit meg akar elni. Istennek lehet, hogy nincs szüksége papra. De embernek igenis. Az tehát a mennyei jó Isten nem adogat házassági bizonyítvány senkinek. Tudjuk még bizonyítvány nélkül is, hogy házasodjunk. Az is igaz, de majd az unokáitok nem tudják. Hát akkor tegyük meg írva a bizonyítvány. A szülőknek megküldöm az írást. Béküljenek meg benne. Azt akarjuk is, de kell egy-két hónap, hogy a haragunk elcsillapodjon. Hol töltjük azt a két hónapot, kedves feleségem? Hát, kedves feleségem, te itt hunyaton, én meg valahol máshol. Megmondhatjuk neki, a papunk is jobban tudja. Legalább, ha ebben itt egy valami baj, hát ez is egy édesanyám hozzunk is. Hát akkor tudd meg, hogy még már indultunk volna Konstantinápolyba, mikor meghallottam, hogy te mennyasszony vagy. Míg hárman megfogadtuk Szent Erős fogadással, ha kiszabadítjuk Bálint urat, ami nagyságos apánkat. Bezeg, megjártok velem kegyelmed, édes uram, mert én de szívesen elműsölnék itt két hónapig is ebben a rémegyi párban. De nem azt fogadtam, nem a két helyen is, hogy kegyelmedet soha el nem hagyom? Csak nem akartam velük jönni. Nem tudok jobb lovagolni, mint akármelyik. Vívni is tudok. Nyillel leletem a nyulat, puskával akár a fecskét is. Gyöngy asszony, irigyelt nagyon gyöngy. De hát te török is nem tudsz. Majd megtanulok az úton. Jól beszél, én is tanítom, meg aztán nem olyan nehéz az. Mondjon egy pár szót. Hát például Elma, Alma, Belém, Elém, Papa, Papa, Babucs, Babucs, Csárgáka, Csárgány. Nem is gondoltam, hogy tudok török is. Hát erre már nem tudok szólni. Mindig az asszonynék győz, a férfi ember megállt. Na, itt mondjuk hát. Egy régi francia daltan elő, majd közösen Küffen Allegre című darabját mutatják meg. Nálunk, hogy
csormát. Zongorista növendé, aki szintén kostümművet választott, melynek címe Gyászfúrzó. Thank you.
csillagok című regényből, amelyek nagy drámásaink mutatnak be. Tanárunk szép, amíg élünk. Valami teknős béka, ugye? Nem teknős béka, bár olyan forma. Anyám, azt hittem, te trombitát is veszel. Aranyos trombitát! Ne háborgass most a Jancsikám, eredje kedves a Kerber utcához. Aztán megveszed az aranyos trombitát? Meg. Hát nézd, ez egy várnak a rajza. Mégpedig Egerbárái. Egerbárái. Az bizony, tessék nézni. Ez a béka kettős vonalában körülhúzva. Ez a kettős vonal fal. A béka feje, meg a négy lába, öt kiszögellő bástya. A vékony vonalas négyszeres benne az épület. Hát ez a sarló forma itt a béka mellett? Ez külsővár. Épület nincs benne, mint más külsővárban. Csak két bástya, azon két tonal. És ezek a mindenféle piros vonalak? Ezek föld alatti utak. Jaj, hogy előbb nem jött Miklós, legalább két héttel. Milyen tekintet az asszony? Ha előbb jön, előbb adom a ruhát. Ha előbb adom a ruhát, előbb megtalálom benne a rajzot. Szegény uram, éppen oda ment, Egerbe. Hallottam, hogy a török odafordul. Hiszen éppen azért ment az uram is Egerbe. Csak szegény apám el nem ment volna vele. Majd csak jön valaki Egerből, akkor odaadom neki a rajzot, és elküldöm az uramnak. Ne fáradjunk tovább, benn már nagyon igazodom. Jó napot kívánok! Azt mondják itt, hogy tekintetes borremiszag eljött a Gergely hadnagy uram. Itt lakik, de nincs itt van. Csak ugyan elment már? El, Egerbe. Elnyelj, de nagyon sajnálom, beszélnem kellett volna vele. Többek között pénzt is hoztam volna neki. Pénzt? Azt mondják, hogy pénzre van szüksége, és hogy Egerbe megy. És elad a némely arany, és nem is van hája. Nem igen van mi nekünk. És én néha szeretem a gyűrűket, és egy gyönyörű gyűrűje van a többek között. Van. Egy volna. Egy csillagot. A bolt topáz. A csillagok gyémántok. De honnan tudja ezt bátyám? Láthatnám azt a gyűrűt? Nem, mindig a zsebében hordozza. Valami szerencsegyűrű az. Köszönj szépen a bácsinak! Még nem veszünk meg a trombitát? Talán a hadnagy úr fia, de mit is kérdem, mi szakasztott nálam. Még nem adtam a mennyiben, mászával. Elnézem Jancsit a szekerekhez, megmutatok a kérdéseket. Jó, itt egy dénár, vegyél le a trombitát, de vigyázzon rá Miklós, te is Jancsikám, tudod, mit mondott apád. Igen, megkapta, hogy a gyerekre vigyázzunk. A templom közelébe járjál a Miklós, mindjárt megint mint is. Miért tudsz szólnokról? Ugye nem bújtál a török? Magam is azt félem. Van-e itt a tekintetes hadnagy úrnak valami ábrázolatkőt? Van bizony, tavaly festett el egy német festő. Nem mutatnál meg tekintetes asszony, szeretném megismerni. Szép ember, vajon mennyi idő? 26 éves, 8 éves házasak vagyunk. Még gyermekek voltunk, mikor összekerültünk. Igaz, hogy Konstantinápolyban nem is járt már, mint Jézus? Járt bizony, én is vele voltam. Van egy török ismerősöm, azt beszél róla, Manda Bék, óriási ember. Az Ignéz úr igen szíves ember volt irántam. Manda Bék, sohasem hallottam tőle ezt a nevet. Persze, azelőtt Hajván volt a neve. Hajván, hogy ne ismernék, én is láttam. Valami nincs itt rendben. Nem illik rosszat gondolni szerencsétlenül. Félszemű ember, azért fogsz ránézni. De ki ez az ember? Ki ez az ember? A gyűrű, miért akarta a két mást látni? És hajbát, és miért távozott törökösen?
tegyen? Az uram veszedelemben van. A gyermekkel borhagytam. Hamarabb a könyegemet húzza. Gyerünk, Jancsikája! Ilyen beteget tekintetes a... Nem vagyok beteg! Szóltam, hogy elfoglalta a magát. A templom előtt hirdették. Hogy megyek én most már? A gyermekem borhagyta! Valamúgy megitte a templomba. Azt mondta, hogy nézik, mert hozik hozzá meg a hét. Ja, Istenem, Istenem, vége az országnak. Ha szólnak is török kézen van, egyen meg nem állhat. A gyermekem, Jancsi, Jancsi fia! Sok gyerek beteg, és így nem tudtak eljönni, a mai gálánk véget ért. De szeretném elmondani, hogy ha valakinek nem engedi az elfoglaltság, hogy bejöjjön az iskolába beiratkozni, akkor van itt néhány jelentkezési lap, itt is szívesen beírjuk a gyerekeket, hogy ez ne legyen akadály. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, mindenkinek jó éjszakát kívánok!